Szerbusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez a Sirius Sam 3 végigjátszásomnak a 19. része. Na, folytassuk itt a benzintöltögetést, ugye az előző részt azt ott hagytuk abba, hogy egy kocsit kéne feltölteni ezekkel a benzines kannákkal, de valahányszor felveszek egyet, brutálisabbnál brutálisabb ellenségek tömkelege jelenik meg. Például itt egy ilyen nőstény. Ilyen nőstény állat. Gyerünk! Úgy van. Szerencsére ebből csak egy jelenik meg egyszerre, most úgy tűnik. De volt már rá például, hogy nem, lehet ketten vannak. Á, nem. Egyedül van szerencsére, úgyhogy őt el fogjuk tudni intézni. Na, gyerünk! Úgy látszik, hogy nem szereti, hogyha egyből rálövök. Először meg kell várni, hogy rendesen megjelenjen. Na. Az a nyárac. Hol vagy? Ez az! Halleluja! Na és már csak kettőt kell. Már csak kettőt kell, meg egy pici életerő jól jönne. Meg hogy oda fel tudnék mászni mondjuk, de leginkább oda a másik oldalon, mindegy. Lesz itt még. Igen, csak kicsit körülszaglászok már, mert kéne életerő, nagyon erőteljesen. Van ott valami zöld cucc. Na ez meg micsoda? De egy benzines kannát azért felveszek. Hallom ám, Béla bácsit. Na, oké, itt mentek egyet gyorsan. És akkor let's get to it! Ó, jó kurti talok! Tömkelege! Aha! Gépfegyverből maxon vagyunk. Ez mindig egy jó hír. Sotiból is maxon vagyunk, mindenből maxon vagyunk, de akkor most már, hogyha visszamásztam egészen idáig, akkor egy pici életerőt és pajzsot azt magamhoz ragadok engedelmetekkel, mert nagyon-nagyon-nagyon úgy érzem, hogy erre szükségem lesz. Na, ez az, maxon vagyunk, úgyhogy mehetünk. Tankolni. Igen, figyelni kell nagyon, és fülelni. Lehet, hogy ketten vannak? Ez szinte biztos. Jó, egy kilőve, nagyszerű. Kettő megsemmisítve. Hála jó Istennek, rakétából végtelen mennyiség áll rendelkezésünkre.
Na és már csak egy kanna van, amit fel kell szedni. Ez valahol itt a hátsó udvarban lesz. Úra, fel kéne mászni valahogy. Ez egy szuper páncél. Akkor jó lett volna, hogyha az. Nyam, nyam, nyam. És jöhet a nagy finálé. Hogyha nem támad meg semmi. És apropó, mi van ide írva? Ki a franc, az az Alice. How the hell is Alice? Alice Csodaországban. Na, hát akkor kapaszkodjunk a gatyánkban, mert most betöltöm az utolsót. That should do it. Detroit Steel, baby. Hallelujah. Csak azt nem értem, hogy kocsival lehet közlekedni a homokon. És így jön ez a szörny, vagy lehet, hogy kocsival gyorsabbak vagyunk, nem? Erre gondolok. Az időőrzője című pálya jön, gyerekek. Fú. Kíváncsi vagyok. De ez már nagyon a vége szerintem, vagy az utolsó előtti pálya ez. Szóval... igen, csak meg leszünk izzadva szerintem. Oh, come on! Don't do this to me! Oh, shit! I'm a lot of things, fella, but I am not your lunch. Az biztos. Úgyhogy futás. Futás van, mint a disznó. Ez közel volt. This was close. Na jó, akkor mentek egyet. Hát igen, most már erőteljesen jön a vihar, azt látjátok. Hú, most már mozog is a felhő. Persze lehet, hogy az időzár miatt van, hogy itt eléggé erőteljesen aktiváltuk a dolgot. És hát aktiválva lesz nem sokára. Hú, egy ágyú. Köszönöm szépen. Fú! Jaj ne. Bajt érzek. Nézzük csak meg a neticsát gyorsan. Nincs semmi. Come on! Give me everything you have, enemies! Hú, de sötét van itt. Vannak egy páran. But I got rockets. Egyértelműen nincs visszaút. Magyarul vagy győzünk, vagy meghalunk. Még ez eddig is körülbelül így volt, de valahogy halmozottabban érzem ezt. Sirius szem jött. Sirius szem győzött. Mennyien vagytok még, gyerekek? Mennyien vagytok még? Megunhatnátok már itt a nekem szaladgálást. Miközben gépfegyverrel lövök rátok.
de nem akarok előre szaladni, mert sose lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, ugyebár. Kisebb hadsereget küldtek rám. Attacking one at a time. Ide már komolyabb tűzelő kell. Azt gondolná az ember, hogy ezek a kis pici ellenség típusok nem is annyira jelentenek fenyegetést, de ha sokan vannak, akkor azért nem lehet őket könnyűszerrel venni. Ellövöm az összes rakétámat, aztán úgyis visszamegyünk még lőszerért, mert ugye nem csak rakéta volt, hanem gépfegyver lőszer, és ez meg nekem kell. Elég öngyilkos természetűek ezek az ellenségek. Egészen idáig elrohantak. Beszarsz. És még mindig vannak, hát ezt nem hiszem el. Mentem a serege, kifogyhatatlan. Már megint lenullázottunk a rakétából. Ó, te jó ég. Hemzsegnek. Valósággal hemzsegnek. Szentséges Habakuk. Nagyon kell koncentrálnom. Lehet jól jönne némi rakéta, mi? A kívánságom úgy látszik, hogy valóra vált. Na, gyerünk! Shit! You're gonna die! Arra a rékja. Nem vettem észre. Olyan sötét van ebben a kanyonban.
Oh yes! Fiu! Fú, van itt lőszer! Jó van. Remélem jó irányba jövök. Óóóó! Egyszerű. Királyság. Nem is állunk olyan rosszul. Egyértelműen a gépkarabét kell használni, hiszen ott rengeteg lőszer van felhalmozva. Szerencsére hátulról nem jönnek. Szerencsére mentálnak annyi esze nincs, hogy ilyen komoly taktikát bevessen, hogy készműsz közé szorítson, mert akkor pillanat alatt halott lennék. Bácsi, igazán gyújthatnál egy villanyt. Ezt az elemlámpát igazán használhatnál. Szerintem a következő menet az csontváz deforló lesz. Jönnek majd a csontvázak, mint a disznó. Valahogy ezt éljük túl egyelőre. Remélem, hogy egyik őtök sem bújt el. Ez a fél homály, ez borzalmas. Na most már csak végetek van. Ideje lesz egy kis lőszert felszednem. Úgy nem. Vannak ezek, mint a disznó. Come on, bitches! Come on, you ugly freaks! Na már jönnek a csontvázak. Nem csak rájuk kellett szólnom, mi? Ah!
elcsesztem. Gyerekek, ezt elcsesztem. Nem vettem észre. Na mindegy. Amúgy is rohadtul szarul jöttünk ki ebből. Úgyhogy akkor Rocket Launcher lesz. Rocket Launcher? I'm gonna rock you. Ja, ott tartottunk, hogy lőszert akartam felvenni, ugye? Igen, meg is történt. És itt meg úgyis kifogyhatatlan a rakétával rendelkezünk, tehát akkor itt... Na, mi van már? Anyárat. The pain hasn't started yet. Lehet, hogy itt megint egy ilyen visszahangálás lesz, gyerekek. Valóban megismert visszarohangálás. Úgy van. Nem vagyok smucig a lőszerrel. Egyáltalán nem. Jöhettek és kaphattok, amennyit csak jól esik. Minden egy porfelhő van. Na, de ebből azért sokkal jobban jöttünk ki, mint az előbb. Konkrétan flawless victory lett, ha jól látom. Jaj, ez sörétes! Ah, akkor viszont óvatosabban kell bánni a lőszerrel. Yes! Uram! Hú, küzdelmeinknek a vége felé járunk, gyerekek. Így van. Rocket time. It is rocket time. Agyatlan lövöldözés szó szerint. Mennek a rakéták, mennek. Mennek a rakéták, mennek. Suh! You gonna die, Béla bácsi! Mi van ott a távolban? Semmi! Egy
újabb Béla bácsi közelít. Oh yes, I'm so good. Hát, igen. Futkározás a kanyonban. Megyünk, mint az állat. Na, egy kis pajzsot gyorsan felveszek. Remélem, hogy nem fog egyetlen szikla sem a fejemre hullani. Na, most viszonylag biztonságban vagyok, akkor mentek is egyet gyorsan. Rengeteget kell menteni. Egyébként ez az egyik survival pálya. Bármint ez alatt azt kell érteni, hogy vannak olyan pályák a játékban, amik úgy lettek kialakítva, hogy ilyen túlélő módra, tehát hogy csak a pontszámszerzés. Tehát külön el lehet indítani ezt a pályát, úgyhogy csak pontokat akarsz szerezni. És akkor hát egyre komolyabb és egyre nehezebb ellenség típusok jönnek. Ajaj. Hogyha egy picit gyorsulna a zene. Lövök, mint a disznó. Yeah! Rockets rules! Nem sajnálom Béla bácsitól a rakétákat. Ez az. És győzedelmeskedünk mindjárt. Na, egy újabb rakéta. Mármint Béla bácsi. Béla bácsi egyenlő a rakétával. Most is tanultunk valamit, gyerekek, ebből a részből. Ismételten meglettünk tanítva arra, hogy ne szaladjunk előre. És ne ígyunk előre a medve bőrére se. Béla bácsi, hol vagy? Ott vagy, ott van Béla bá. Béla bá 1, Béla bá 2. Meg az Béla bácsi. Na mindjárt kapsz egy kis rakétát az arcodba és a hasadba. Így van. Ott a jó ég. Ott a jó ég, ott a jó ég, ott a jó ég. Szentséges Habakuk. Lejárt az időnk, de ezt a menetet már most befejezem.
most ez nem nehéz lenne folytatni egy következő részben, nem? Kicsit nyugisabb legyen most már a helyzet, és akkor utána kész. Na, gyerünk Béla bá, még egy pár rakétát kapsz, aztán annyi. Hú, lőszerügyileg ilyen szarul állunk, gyerekek. Jézus Mária. Van már. Na nyugodjatok most már meg. Köcsögök. Na, megnézem még, hogy hopp, még van ott egy. A sörétes ez itt talán a legrosszabb választás. Hát nincs több lőszerem most másból. Olyan fegyvert még nem akarok elhasználni, ami még távolsági, nagyobb szörnyeken jól jöhet. Na, szerintem akkor itt most mentek egyet. És akkor ez volt a 19. része a Serious Sam 3 végigjátszásomnak. Gyerekek, remélem, hogy tetszett mindenkinek ez a rész. Fú, én nagyon élveztem, ez igazi Serious Sam feeling volt, menni, rohanni, lőni állandóan. Nagyon király volt, nagyon élveztem. Tartsatok velem legközelebb is, én Oscar voltam. Szóval a lényeg az, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a videót, osszátok meg Facebookon, Twitteren, és akkor a 20. részben a kanyonnak a végére szerintem most már el fogunk érni, és akkor meglátjuk, hogy milyen rejtélyek várnak ott reánk. Szerintem utána már a fő gonosz jön, úgyhogy legyetek velem legközelebb is, sziasztok!